Hadd teljesítsem ezt a tiszteletteljes kötelességemet, és nagy szeretettel átadnám miniszter úr által adományozott elismerést Hári Józsefné részére a pedagógus szolgálati emlékérmet. Rangos kitüntetést vehetett át Hári Józsefné, a Vackor óvoda vezetője, dr. Árvai István polgármestertől a közelmúltban. A pedagógus szolgálati emlékére az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozható szakmai elismerés. Olyan nyugállományba vonuló óvodai, általános szak- és középiskolai pedagógusoknak, illetve főiskolai egyetemi oktatóknak, akik legalább 25 éven keresztül kiemelkedő munkát végeztek. Most, amikor végig gondoltam a 40 évet, én úgy gondolom, hogy a gimnázium után nagyon szerencsésen választottam pályát. Nem csak a hivatásom volt, a hobbim is, hát szinte az egész életem a család mellett ez az óvodai élet volt. Sokan azt mondják, hogy a gyermek szeretettel mindent meg lehet oldani. Ez csak egy dolog. Amikor vezető lettem, akkor átjött nem csak a gyermek szeretet, hanem a munkatársaim iránti elkötelezettség is. És akkor belépett az, hogy a munkatársakat is mennyire kell szeretni, és meg kell őket becsülni. Én azt hiszem, hogy eszerint dolgoztam. A vezető örömmel emlékszik vissza a Vackor óvodában töltött 40 évre, ám van néhány olyan momentum, ami különösen kedves számára. 16 év vezetőhelyettesi munka után kaptam meg a megtisztelő óvodavezetői címet abban az óvodában, ahol dolgoztam, ahol óvónő voltam. Az első ténykedéseimre szinte nem is emlékszem, de most már eszembe jutott, amikor a névfelvétel volt, a Vackor névfelvétel. Pont amikor most a nyugdíjas búcsúztatót tartottuk az óvodába, akkor az óvónőim is emlegették. Az volt az első nagy sikerű, nagyszabású műsorunk is. Hári Józsefné munkássága alatt az óvoda három alkalommal pályázta meg, és nyerte el a Zöld óvoda címet, majd 2014-ben az Örökös Zöld óvoda címet is megkapta. 2003-ban a városvezetés is elismerte munkáját, és a kiváló óvodának kitüntetéssel díjazta. Hári Józsefné utolsó munkanapjain is azon igyekszik, hogy a képen látható óvoda még szebb legyen, és reméli utóda majd hasonló szellemmel folytatja tovább a munkáját.